mai matematika órán a többjegyű számok szorzásával fogunk foglalkozni, ugye többjegyű számmal. Nézzük, ismételjük egy kicsit át azt, amit már az elmúlt órákon tanultunk, az elmúlt órán. Először is egy kis bemelegítő számolás, pontosabban nem is kell számolni, csak nagyon ügyesnek kell lenni, illetve meg kell figyelni a... Na most én itt megyek vissza. Tehát számolás nélkül írjuk be a megfelelő kisebb, nagyobb, illetve egyenlő jeleket. Tehát nincs szükség számolásra, egyedül csak jól meg kell figyelni a szorzatokat és összehasonlítani. Nézzük az elsőt. A 457 szer 400, vagy pedig a 457 szer 500 a kisebb. Tehát természetesen ugye a 457 szer 400 a kevesebb. Következő. 7895 szorozva 800, vagy pedig a 7895 szorozva 700 lesz a kisebb. Megfigyeled, látod ugye rögtön ránézésre, hogy a 7895 szorozva 700 lesz a kevesebb. Nézzük a következőt. 300 szorozva 56985-tel, és ezt hasonlítsuk össze a 400 szorozva 56985-tel. Látjuk rögtön, ugye, hogy a 300 szorozva 56985 a kevesebb. Az utolsó, 200 szorozva 3489-el, és ezt kell összehasonlítanunk a 300 szorozva 3489-el. Megfigyeljük és megállapítjuk, hogy a 200 szorozva 3489 kevesebb, mint a 300-szor 3489. Jó, miután bemelegítettünk, nézzük át gyorsan, hogy hogy is végeztük mi ezt az írásbeli szorzást. Van egy ilyen példánk, hogy 732 szorozva 461-jel. Hogyan tudunk számolni? A 461-et fölbontjuk 400-ra, 60-ra és 1-re. És külön-külön be fogjuk szorozni mindegyik számmal. Tehát azt mondjuk, hogy a 732-t megszorozzuk először 400-zal, azután megszorozzuk 60-nal, és megszorozzuk 1-jel. Hogy néz ki ez írásbeli formában? Tehát azt mondjuk, hogy a 731-et először ugye megszorozzuk 1-jel. Ezt ide fogjuk írni, ugye az első sorban a 732 alá. Azután jönnek a tízesekkel történő szorzás, ugye a 732-t most 60-nal fogjuk megszorozni. Beírjuk ugye az eredményüket, hogy az 4392, de itt már ugye a tízeseknél kezdünk, az egyeseknél nulla van. És azután következnek a százasok, amikor a 732-t 400-zal szorozzuk meg, ugye, és a százasok alatt kezdjük írni, tehát beírjuk alulra, hogy 2928, azután ezeket a számokat összeadjuk, és így fogjuk megkapni az eredményünket, a szorzatunkat, ami 337.452 lesz. Rövidebben, ugye így számoltunk, hogy a 732-t megszoroztuk 461-jel, itt ugye először az 1-essel szoroztuk meg mind három számot, tehát az 1x2, 2, 1x3, 3, 1x7, az 7, azután jöttünk a 10-es, tehát szoroztunk a 10-esekkel,
a hatossal, megszoroztuk a kettőt, a hármat és a hetet, ugye azt csúsztatással aláírjuk, végül pedig a százasok következnek, amikor ugye a négyel szorozzuk meg szintén mind három számot, és akkor ezt ide írjuk, azután pedig ezeket a számokat összeadjuk, és megkapjuk a 337.452-t. Jó, na most ezt egy picit átismételtük, és akkor indítsunk egy szorzással, tehát közösen fogunk számolni. Az 1234-et kell megszoroznunk 246-tal. Kezdünk a hatossal, tehát a hatossal fogjuk megszorozni mind a négy számot. Azt mondjuk, hogy hát az 1234 szorozva 246-tal, hogy is számolunk? Ugye először az 1234-et megszorozzuk 6-tal. Ugye itt történik ugye a szorzás az egyesekkel, megkaptuk, hogy ez 7404. Azután aláírjuk. A következő lépés az lesz, ugye, hogy a tízesekkel fogunk szorozni, vagyis az 1234-et megszorozzuk 40-nel, megkapjuk a 4936-ot, és ezt is aláírjuk, ugye, csúsztatással. És aztán jönnek a százasokkal a szorzások, vagyis az 1234-et 200-zal megszorozzuk, így 2468-at kapunk, ezt is aláírjuk, és akkor a végén ezeket a számokat összeadjuk, és megkapjuk a két szám szorzatát, ugye ami 303.564. Számoljunk, próbáljuk meg most közösen elvégezni ezt a fajta számolást. Kezdjük. Tehát hárommal fogunk szorozni. Ugye hárommal megszorozzuk az ötöt, azt mondjuk, hogy 3x5 az 15, megmaradt az 1. 3x2 az 6, meg az az 1, az 7. 3x2 az 6, és 3x1 az 3. Jó, a 3-assal végig szoroztunk, mehetünk a 2-essel történő szorzásra, tehát 2x5 az 10. Leírjuk a nullát, ugye marad az 1. 2x2 az 4, meg az az 1 maradékunk, az az 5. 2x2 az 4, és 2x1 az 2. Ráírtuk, ugye csúsztattunk, 4-essel fogunk szorozni, 4x5 az 20, maradt a 2. 4x2 az 8, meg az a 2 az 10, maradt az 1-esünk. 4x2 az 8, meg 1 az 9, és 4x1 az 4. Jó, elvégeztük a szorzást. Aláhúzzuk és összeadjuk. Az 5-höz nem kell semmit adnunk, tehát ez 5 lesz. A 7-hez 0-át adunk, 7, 6 meg 5 az 11, leírjuk az 1-et, marad az 1. Következő a 3-at, a 4-jel összeadjuk az 7, meg 1 az 8, nem marad semmi, 2 meg 9 az 11, maradt az 1, a 4-hez 1-et adunk, így lesz 5, tehát az eredményünk, illetve a két szám szorzata 518.175. Jó, nézzünk egy következő példát. Tehát ugyanezzel az eljárással fogunk szorozni, azzal, hogy itt már 4-jegyű lesz a szorzónk. Kezdjük a szorzást, ugye, ahogyan az eddigiek során is, a hetessel. Szorozzuk meg a hetet héttel, 7x7 az 49, maradt a 4. 7x2 az 14, meg 4 az 18, marad az 1. 7x3 az 21,
meg 1 az 22, marad a 2, és 7x2 az 14, meg 2, 16. Jó, a nullával, ugye hát ez könnyű lesz, 0x7 az 0, 0x2 0, 0x3 3, és 0x2 az 0. Ezzel is megvagyunk, szorozzunk most végig a 3-assal, 3x7 az 21, marad a 2. 3x2 az 6, meg 2, az 8. 3x3 az 9, és 3x2 az 6. Ezzel is megvolnánk, és akkor a 2-essel kell még végigszoroznunk mindegyik számjegyet. 2x7 az 14, maradt az 1. 2x2 az 4, meg a maradék 1-ünk az 5. 2x3 6 lesz, és 2x2 az 4. Végigszoroztunk az összes számmal, most aláhúzzuk és összeadjuk. 9-hez semmit nem kell hozzáadnunk, tehát ez 9 lesz. 8-hoz 0-át adunk, az 8. 2-höz 1-et, az 3. 6 meg 8 az 14, meg 4 az 18. Kijött a következő szám is, tehát ugye maradt az 1. 10, 15 meg 1 az 16, maradt az 1, és ugye 6 meg 6 az 12, meg 1 az 13, maradt az 1, a 4-hez azt a maradék 1-et adjuk hozzá, és az lesz az 5. És megkaptuk, hogy a 2327 és a 2307 szorzata 5.368.389. Jó. Lássunk még egy példát. A 4-essel szorozzuk végig a számokat, tehát kezdjük szépen lassan. Lássuk, 4x6 az 24, maradék a 2. 4x2 az 8, meg 2, az 10, maradt az 1. 4x3 az 12, meg 1, az 13, megint megmaradt az 1. 4x1 az 4, meg 1 az 5, és 4x3, 12. Végigszoroztuk az első sort, megyünk most, szorzunk az ötössel. 5x6 az 30, leírjuk a nullát, ugye egyel beljebb megyünk, leírjuk a nullát, megmaradt a 3. 5x2 az 10, meg 3, 13, marad az 1. 5x3 az 15, meg 1 az 16, marad az 1. 5x1 az 5x3 az 15, meg 1 a 16, marad az 1. Jó, és 5x3 15, jó, rendben. Következő, az 1-essel szorzunk, 1x6 az 6, 1x2 2, 1x3 3, 1x1 az 1, és 1x3 az 3, megvan a harmadik sorunk is. És akkor a 2-essel szorzunk végig, 2x6 az 12, marad az 1, 2x2 az 4, meg az az 1 az 5, 2x3 az 6, 2x1 az 2, és 2x3 az 6. Végig szoroztunk minden egyes számmal, aláhúzzuk, összeadunk. A 4-hez nem adunk semmit, tehát ez 4. 0 meg 0, 0. 3 meg 3 az 6, meg 6 az 12, maradt az 1. 5 meg 6 az 11, meg 2 az 13, meg 2 15, meg az a maradék 1-ünk az 16, megint maradt 1-ünk. 2 meg 6 az 8, meg 3 11, meg 5 az 16, meg 1 az 17, még mindig maradt 1-ünk.
Jó, 1 meg 5 az 6, meg 1 az 7, meg 6 az 13, meg 1 az 14, maradt 1, 1 meg 3, 4, meg 2 az 4, meg 2, 6, meg a maradékunk az 7, ugye? És ugye a 6-oshoz nem adunk semmit, megkaptuk, hogy a 31.326 és a 2.154 szorzata 67.476.204. Jó, ha ezzel megvagyunk, akkor végezzünk el egy következő számítási feladatot, ez egy szöveges feladat lesz. A szöveg így hangzik. Az elefánt egy nap alatt 296 kg növényt fogyaszt el. Mennyit eszik meg egy év alatt, ugye, ami 365 napos. Tehát mi az, amit tudunk, ugye? Tudjuk azt, hogy az elefánt egy nap alatt 296 kg növényt fogyaszt el. Ki kell számolnunk azt, hogy 365 nap alatt mennyi a fogyasztása. Tehát a 296-ot meg kell szoroznunk a 365-tel. Na most ezt végezzük el. Én szeretném, hogyha ezt most önállóan kiszámolnátok a füzetbe. Tehát 296 szorozva 365-tel. Tehát 296 szorozva 365-tel, ugye úgy számolunk, ahogy az eddigiek során is, tehát először az 5-össel, aztán a 6-ossal, végül a 3-assal, és akkor azután le fogjuk ellenőrizni az eredményt. Tehát a 296-ot szorozzuk meg 365-tel. Jó, nézzük. Tehát, hogyha az 5-össel végigszoroztunk, akkor az első sorban az 1480-at kaptuk. Ha végigszoroztunk a 6-ossal, akkor az 1776-ot kaptuk. És végül a 3-assal szoroztunk végig, ott pedig 888-at kaptunk, akkor ezt összeadtuk, és megkaptuk, hogy a két szám szorzata, tehát megkaptuk, ugye, hogy a két szám szorzata, a 296 szorozva 365 szorzata 108.040. Jó, ha ez megvolt, akkor mivel szöveges feladat, így választ is fogunk adni rá, tehát megfogalmazzuk a választ. Ugye a kérdésünk az volt, hogy mennyit eszik meg egy év alatt, a válaszunk pedig, hogy egy év alatt ugye 108.010 kg növényt fogyaszt el. Egy hiba van. Hiba van, tehát nem a rosszul írtam be, tehát egy év alatt 108.040 kg növényt fogyaszt el. Jó, tehát ezt. Jó, nézzünk egy következő szöveges feladatot. Így hangzik. Az egyik silóban 2148 kg gabona van. A másikban 123-szor több. Két kérdésünk van. A. Mennyi gabona van a második silóban? A B kérdésünk pedig az lesz, hogy mennyi gabona van a két tárolóban összesen? Számoljuk ki először az A-t. Tehát azt mondjuk, hogy 2148 szorozva 123-mal. Ezt kellene kiszámolni, jegyezzétek le, és akkor számoljunk. Tehát 2148
szorozva 123-mal. Ugye most azt fogjuk kiszámolni, hogy mennyi gabona van a második silóban. 2148 szorozva 123, és akkor leellenőrizzük majd a számolás pontosságát. Tehát először végig szoroztunk a 3-mal, így 6444-et kaptunk, azután a 2-vel 4296, és végig szoroztunk az 1-jel, így 2148-at kaptunk. Aláhúzzuk, összeadjuk, és megkaptuk ugye az eredményt, hogy a 2148 és a 123 szorzata 264204. Jó, tehát most megkaptuk azt, hogy mennyi gabona van a második silóban. Most ki kell számolnunk, hogy mennyi gabona van a két tárolóban összesen. Tehát fölírjuk, hogy B. És akkor azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy ugye az egyik silóban 2148 kg gabona van, a másik silót pedig kiszámoltuk most, ugye, hogy itt 264204 kg gabona van. Vagyis ezt a két számot, tehát a 264204-et, és a 2148-at össze fogjuk adni. Jó, végezzétek el az összeadást. Tehát a 264204-hez hozzáadjuk a 2148-at, és akkor megkapjuk, hogy a két szám összege 266352. Jó, szöveges feladat volt, tehát meg kell fogalmaznunk a választ. A válasz pedig így hangzik, hogy a második silóban 264204 kg, a kettőben összesen pedig 266352 kg gabona van. Jó? Egy következő feladat, írjátok fel a füzetbe. 2338 szorozva 432 plusz 3505 szorozva 404-jel egyenlő. Tehát 2338 szorozva 432 plusz 3505 szorozva 404-jel, és akkor próbáljátok meg kiszámolni a kifejezést. Nagyon vigyázzatok a műveletek sorrendjére. Tudjuk ugye azt, hogy először mindig a szorzást végezzük el ilyen esetben, vagyis most a 2338-at meg kell szoroznunk 432-vel. Ezt külön leírjuk. Írásbelileg elvégezzük a szorzást, tehát a 2338-at megszorozzuk 432-vel. Próbáljátok meg elvégezni, és azután le fogjuk ellenőrizni a szorzatot. Tehát először a 2-essel szorzunk végig, azután a 3-assal, majd a 4-essel, és utána összeadjuk a sorokat. Tehát ha a 2-essel végig szoroztunk, akkor megkaptuk a 4676-ot. Miután a 3-assal végig szoroztunk,
megkaptuk a 70.014-et. Aláírjuk, ugye beljebb kezdjük, csúsztatjuk a beírást, és végül, amikor a négyessel is végigszoroztunk, akkor kaptuk meg a 9352-t, aláhúzzuk, és összeadtuk, és megkaptuk, hogy a két szám szorzata 1.010.016. Jó, ezt ugye fölírjuk a kis részeredményt ide, tehát ezzel a részével megvagyunk. Most újra a szorzást fogjuk kiszámolni, vagyis leírjuk, hogy 3505 szorozva 404-jel, ezt is ki kell számolni, leírjátok a füzetbe, és megpróbáljátok kiszámolni, azután ellenőrizzük. Tehát azt mondtuk, hogy 3505 szorozva 404-jel. Jó, na akkor, ha végigszoroztunk a négyel, akkor megkaptuk a 14.020-at, ugye a nulla az könnyű volt, és újra a négyel, ha összeadtuk, ugye, akkor megkaptuk a két szám szorzatát, tehát a 3505 és a 404 szorzata, 1.416.020. Ezt a számot ide fölírtuk. Most ugye egyik és másik részeredményt is átírjuk. Írásbelileg összeadjuk. 1.010.016 plusz 1.416.020. Ha elvégeztétek, akkor megkaptuk az eredményt, ami 2.426.036. Jó, és akkor a végeredményt beírtuk ide föl, és ugye 2.426.036. És ezzel ugye megoldottuk ezt a feladatot is. Házi feladat következik. Írjátok fel a füzetbe a következő számokat, illetve a következő szorzatokat kell otthon kiszámolni. Mondom, 24.753 szorozva 126-tal. Tehát 24.753 szorozva 126-tal. Következő, 72.158 szorozva 3025-tel. Tehát 72.158 szorozva 3025-tel. Harmadik, 14.567 14.567 szorozva 1203-mal, és az utolsó 9.479 szorozva 2.152-vel. Tehát 9.479 szorozva 2.152-vel. Köszönöm szépen, hogy velem tanultatok, viszontlátásra!